Szabó Tamás vagyok. Alapvetően én is egyetemi ember, oktató, kutató vagyok, viszont az elmúlt két évben részt vettem egy nagy belügyminisztérium, a belügyminisztérium keretében koordinált önkormányzati kutatásban. Az elmúlt egy évben már mint vezető szakértő is ez predestinált arra, hogy a minisztérium engem Küldött még egyszer, szeretném megköszönni a lehetőséget, és így a szinklon tolmács kollégák irányába is igyekszek így a nap végén ne, túl sok problémát nem okozni. Oké, okay, köszönöm szépen. Még előjáróban azt szeretném elmondani, hogy ez a kutatás, amiről beszélni fogok, ez a közigazgatás fejlesztés és a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztési operatív program keretében valósult meg. Ugye ennek keretében számos központi közigazgatás, valamint a helyi közigazgatás, helyi önkormányzatok világához kapcsolódó kutatás valósult, valósul meg ugye még folyamatban. Talán azért is egy picit szerencsés, hogy nagyjából már a kutatás végén vagyunk, tehát tudok eredményekről is beszámolni önöknek. Alapvetően ennyit még elmondanék, hogy az úgynevezett önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése elnevezésű programcsomagban egy hármas kutatás valósult meg az elmúlt két év során. És ezek közül a kutatás egy, ami kifejezetten az önkormányzatok közötti koordinációt, együttműködést vizsgálta. Én erről fogok beszélni. Egy picit kontrasztos is lesz, ugye itt az elmúlt, elmúlt egy órában, ugye, a kollégáktól hallottunk különböző nemzetközi jógyakorlatokat, globális trendeket. Na most ehhez képest én egy picit, hogy mondhatni, földhöz ugye a hazai, magyarországi dolgokról fogok beszélni. Ugye a kutatás elején ugye megpróbáltuk rögzíteni, hogy mi mit is gondolunk, és itt természetesen hogy a rendelkezésre álló szakirodalom, koordináció szakirodalom alapján, hogy a koordinációt mi olyan cselekvés vizsgáltuk, amely a különböző különálló egységek, itt kifejezetten a települési, valamint Magyarországon a területi, tehát a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok tevékenységének az összehangolására, együttműködését segíti elő. És mindenképpen, hogy abból indultunk ki, hogy a koordinációs mechanizmus egy tudatosan megtervezett cselekvés, amely összekapcsolja az egymástól kölcsönösen függő szereplőket, Független attól, hogy formális vagy informális együttműködés vagy kooperációról van szó. Tehát mindenképpen a, a, tudatosság és a tudatos együttműködés, a tudatos koordináció volt az, ami mondhatni a kutatásnak egy ilyen vezérfonala volt. Érdemes kicsit kitérnünk, ugye, és egy picit ugye a hazai önkormányzatiság kapcsán, hogy melyek a magyarországi önkormányzatiságnak azok a rendszer szintű, mondhatni, strukturális kihívásai, amelyek bizonyos szempontból determinálták, determinálják magát a kutatást, valamint hogyha a széles értelemben, általános értelemben beszélünk Magyarországi önkormányzatok együttműködéséről. Először is gyakorlatilag 1990 óta egy fragmentált önkormányzati rendszer van. Ugye ez jó néhány európai országban így van, csomó más európai országban integrált rendszer van, nem is kell jobban belemenni, ugye ezt érdemes azért egy mondatban megemlíteni, hogy a rendszerváltás időszakában itt a kelet-közép-európai posztkommunista régióban mondhatni az a politikai döntés született, hogy egy fragmentált önkormányzati rendszer, tehát minden település rendelkezik saját önkormányzattal, és most így este már elmondhatjuk, független attól, hogy egyébként el tudják-e látni a törvényben és a jogszabályokban előírt feladatokat. Ugye az egy település egy önkormányzat el Magyarországon azt jelenti, hogy 3154 települési önkormányzat jött létre, valamint 19 megyei önkormányzat. A fragmentált önkormányzati rendszer mellett a másik mondhatni öröklött fontos rendszer szintű kihívás, ugye a jelentős területi különbségek. Egyrészt, hogy a jelentős területi térségbeli különbségek vannak a település szerkezetben, Ugye vannak azok a részek, ahol, tehát vannak olyan, van olyan magyarországi megye, ahol az összes település ugye 60, van, ugye azt hiszem Csongrád megye, addig pont itt Nyugat-Dunántúlon akár ugye több száz, 200-300 települések, megyék is vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az országon belül jelentős szerkezeti különbségek vannak település és a másik, amit itt érdemes elmondani, hogy a települések mintegy 90%-a, a települések mintegy 90%-án a lakosság szám az 5000 lakos alatti. Tehát nagyon-nagyon domináns az apró kis településeknek a száma. Ráadásul ugye az egy település egy önkormányzat elve, gyakorlatilag minden település ugye rendelkezik saját önkormányzattal. Mondhatni, ugye ez már egy közel három évtizedes kihívás ugye, a Magyarországi Önkormányzati Rendszer tekintetében, de mindenképpen beszélnünk kell róla, hogy 2010-2010-es években ugye jelentős közigazgatási átalakítások voltak. Na most, ha kicsit nemzetközi vagy globális szemszögből közelíteném meg, ez egy nagyon jó eset tanulmány lehet arra, hogy a sok szempontból nem hatékonynak vagy rossz hatékonysággal, rossz hatékonyságúnak bizonyult magyarországi önkormányzati rendszert, valamint a közigazgatást, egy olyan nagyívű struktúrális átalakítás, ami az elmúlt években érték történtek, lehet-e segíteni például a feladat ellátás hatékonyságán? Ugye a megújult önkormányzati rendszer egyrészt az önkormányzati hatáskörök csökkentését eredményezte, nem kizárólag az új önkormányzati törvény, ugye a 2011. 189-es, nagyon csúnyán néznek rám a szinkron-tolmács kollégák, de emellett ugye számos ágazati törvény is volt, ami jelentősen átalakította, mondhatnánk áramvonalasította, de ki is mondhatjuk csökkentette a magyarországi települési önkormányzatoknak a feladatát. hatáskörét, gondoljunk csak a közoktatásra, gondoljunk csak itt a szociális területen, gyermekvédelemre. Tehát itt, itt ebből a szempontból ugye ez, egy, ez egy nagyon jelentős változás volt. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az állami hatásköröknek a kiszélesedése megtörtént. Kifejezetten ugye itt az állami területi dekoncentrált intézmények, itt a járási hivatalok, a járási a megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatali feladat ellátásra érdemes itt gondolni. Tehát miközben nem változott érdemben, de gyakorlatilag az egy település egy önkormányzat elvoz megmarad, tehát számosságát tekintve nincs változás az önkormányzatiságban, a feladatellátás, a kompetenciák, feladatok, hatáskörök tekintetében viszont jelentős, mondhatni radikális ugye, módosítások történnek. Amit még itt érdemes elmondani, itt az önkormányzatok együttműködése kapcsán, hogy először 2012 után vezetnek be a rendszerbe úgynevezett kötelező önkormányzati társulásos modellt, az úgynevezett közös önkormányzati hivatalok tekintetében. Ez azért fontos, mert korábban az önkormányzati együttműködések, önkormányzati társulások kizárólag önkéntes alapúak voltak. Ez sokáig egyébként ez problémát is jelentett, főleg az 1990-es években. Ugye itt jön be a negyedik, mondhatni rendszer szintű, bocsánat, Kihívás. ugye a sok esetben gyenge személy és intézményi koordinációs attitűdök, amelyek főleg a 1990-es években voltak jellemzőek, a 2000-es években ebből a szempontból azért mondhatni erősödtek, erősödtek ugye ezek a koordinációs attitűdök, bár azért itt érdemes elmondani, hogy olyan központi, fiskális, költségvetési vagy akár pályázati történések, törekvések, döntések voltak, amelyek mondhatni közvetve ebbe az irányba, az, az együttműködés irányába tolták az önkormányzati szereplőket, itt elsődlegesen a települési önkormányzatokra kell gondolni. Igen, ezt még érdemes elmondani, aki esetleg akár a, a, a külföldi kollégák számára, hogy Magyarországon a területi önkormányzatok, a magyarországi megyei önkormányzatok már eredendően 1990-ben elég gyenge hatáskörökkel rendelkeztek. Alapvetően egy intézményfenntartó hatáskör volt az, ami velük kapcsolatban fontos volt. 2012-től, tehát 2012-től a megyei önkormányzatok elveszítették az intézmény fenntartó szerepkörüket, gyakorlatilag a területfejlesztés, mondhatni kizárólag a területfejlesztés és koordinációs aspektusban rendelkeznek számottevő hatáskörökkel. Ez nagyon-nagyon fontos, mikor például összehasonlítjuk más európai önkormányzati rendszerekkel. A feladatellátás tekintetében, tehát a magyarországi területi önkormányzatok hát vannak. Maradjunk ennyiben, de érezhetően a változások azok nem az önkormányzati rendszer, hanem sokkal inkább a központi és a területi államigazgatási rendszer feladatellátásának a megerősítésére irányult. Ugye ezt akartam is mondani, hogy kétfajta önkormányzati koordinációt vizsgáltunk: a horizontális, illetve a vertikális koordinációt, a horizontális, ugye a települési önkormányzatok közötti együttműködés, ez a gyakoribb egyébként, a vertikális pedig a megyei, illetve a települési önkormányzatok közötti együttműködés. Itt azért érdemes kihangsúlyozni, hogy a megyék, mint területi önkormányzatok, valamint a települések között nincs hierarchikus alárendeltség. Ugye a kutatás célja és indokoltsága, Egyrészt ami ugye a szlájdon is szerepel, ugye a helyi önkormányzatok működésére és feladatrendszerére vonatkozó szabályok megváltoz, megváltozása, ugye ez a jelentős jogalkotás gyakorlatilag a 2010-es években, valamint ugye a témával foglalkozó szakirodalom és korábbi kutatások is jelezték azt, hogy számos probléma jelentkezik a helyi önkormányzati feladatellátás, itt kifejezetten a települési feladatellátásban, a nem elégséges koordinációból fakadóan. Itt azért érdemes elmondani, hogy ugye említettem, hogy a magyarországi települések több mint 90%-a 5000 lakos alatti. Na most ezt jobban boncolnánk, azt látnánk, hogy a 2000 lakos alatti települések, még mindig ugye az a magyarországi települések nagyobb része 2000 lakos alatti. Na most, hogyha ezt ugye emellé tesszük azt, hogy az önkormányzatoknak milyen kötelező feladatai vannak, azt látjuk, hogy alapvetően ugye a gyakorlatban az alakult ki, hogy az önkormányzatok jelentős része, főleg a kis települések, pusztán saját erőből és saját erőforrásokból képtelenek ellátni a feladatokat. Ugye erre voltak valók, erre valók a különböző önkormányzati együttműködések, az önkormányzati társulások. Ugye a cél pedig az volt, hogy gyakorlatilag ebben az jelentősen átalakult jogszabályi környezetben hogyan változtak meg az önkormányzati együttműködések, ugyanis a jogszabályi átalakítások nem pusztán a feladatokat és hatásköröket érintették, hanem magukra az önkormányzati társulásokra is jelentős hatással voltak. Ugye említettem azt, hogy jelentős feladatok kerültek át az önkormányzatoktól az államhoz, és ez például a 2010-et megelőzően az alapvetően az önkormányzatok együttműködésére épülő úgynevezett több célú statisztikai kistérség, a feladatok jó részét önkormányzati együttműködésben igyekeztek megoldani elsődlegesen a duráris falusias térségben. Na most, mivel egy csomó feladat átkerült az államhoz, a több célú statisztikai, bocsánat, a több célú kistérségi társulások jó része is megszűnt, vagy átalakult. Tehát gyakorlatilag egy jelentős átalakulás történik az önkormányzati együttműködések területén. Említettem azt, hogy emellett ugye kötelező jelleggel létrejönnek a közös önkormányzati hivatalok. Másrészt az önkéntes önkormányzati együttműködések tekintetében ugye jelentős átalakulás van. Kicsit megyek is előre. Ez az, hogy mivel próbáltuk, ugye ez a szlájt, hogy mivel próbáltuk kiegészíteni ugye a kutatást, ugye a nemzetközi tapasztalatok, a szervezeti tanulással, mint a jogszabályi, tekin, jogszabályi környezet áttekintésével. És itt láthatjuk azt a komplex kutatási tervet, amire ugye felhúztuk ezt az egész kutatást. Mondhatni jelentős, empirikus, kvantitatív és kvalitatív kutatási elemek kerültek megvalósításra. Ugye volt nagy lakossági kérdőívünk, önkormányzati kérdőívünk volt, dokumentum elemzés volt, nagyszámú önkormányzati döntéshozóval készítettünk kvalitatív mélyinterjút, valamint viszonylag nagyszámú több pucat megyei rendezvényt ö, folytattunk le, ahol egyébként éppen a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzati döntéshozókat igyekeztünk leültetni. És itt, itt, emelném még ki, hogy ami, én azt gondolom, ez egy fontos novum a kutatásnak, hogy a bmö ben ugye a, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájában a már rendelkezésre álló különböző intézményi adatbázisok, legyen az statisztikai hivatal, legyen az államkincstár, legyen az adóhivatal, összeállítottak a kollégák egy nagyon komplex, úgynevezett önkormányzati, adat, önkormányzati együttműködési adatbázist. Én ezt mindenképpen egy fontos, fontos elemnek, fontos kutatási elemnek tekintem. Akkor most próbálok ugye a kollégákra irányítani. Igen. Horizontális önkormányzati koordinációk. Itt most néhány percben öt, öt percig az, Kettő? Uf, akkor, akkor nagyon megpörgetjük. Ugye a lényeg az, hogy ugye egyrészt itt vannak a, tehát a település önkormányzatok együttműködésével vizsgáltuk a közös önkormányzati hivatalokat. De gyakorlatilag a települések 83%-a érintett ebben. Vizsgáltuk a közüzme, közüzemi szolgáltatások ellátását, hulladék, vízmű, víz, víz, vízszolgáltatás, Vizsgáltuk a humánszolgáltatások ellátását. Itt fontos, hogy a humánszolgáltatások tekintetében szűkült az önkormányzati feladatellátás. Jó részt egyébként a korábbi nagyobb területű együttműködések helyett kisebb mikrotérségi társulások jöttek létre. Vizsgáltuk kifejezetten területfejlesztésre és gazdaságfejlesztésre irányuló együttműködéseket. Itt érdemes elmondani, hogy Magyarországon azt tapasztaltuk, azt tapasztaljuk a kutatás során, hogy ezek jó részt valamilyen pályázati legyen, az Európai Uniós vagy hazai központi forrás lehívására irányult. És nagyon sokszor éppen azt tapasztaltuk, hogyha ha megvan a projekt, és mondjuk letelt a fenntartási időszak, maga a kapcsolat, az együttműködés is megszűnik. Vizsgáltuk ugye a líderhelyi akciócsoportoknak a, a tevékenységét, ami bizonyos szempontból azért speciális, mert nem pusztán önkormányzatok együttműködés, hanem egyéb szereplőkről is van szó. Más típusú együttműködésnél megnéztük testvértelepülési kapcsolatokat, valami nem formalizált együttműködéseket. Közvetlen kutatási tapasztalatok. Egyébként azt gondolom, ezt majd úgy is eljuttatjuk majd a szervező kollégáknak. Ugye itt éppen azt látjuk, hogy leginkább a pici települések vannak rákényszerítve az együttműködésre, és ott, ott a legkomolyabb a fogadókészség. Tehát egyszerűen azzal szembesülnek a néhány száz vagy akár ezer, kétezer lakos alatti települések, hogy önerőből nem megy a feladat ellátás. A közüzemi szolgáltatásoknál azért érdemes elmondani, hogy alapvetően ez különbözik a humán szolgáltatások tekintetében, eleve nagyobb területű, tehát maga, ö, maga a maga méretgazdaságosság szempontjából is ugye itt azért más típusú együttműködésekről van szó, ráadásul itt is azért érdemes elmondani, hogy a központi jogalkotás egyrészt ugye új vízi közműtörvény, új hulladék törvény született, ezek szinte jelentős hatással voltak. Tehát a központi jogalkotásnak a hatását nem lehet elvitatni az önkormányzati együttműködések tekintetében ugye itt a humán szolgáltatásokról, amiről beszéltünk, itt az érdemes elmondani, hogy például a közoktatás átkerült az államhoz, tehát ma már egy állami feladat, addig például az óvoda vagy a bölcsődei ellátás, az továbbra is maradt az önkormányzatoknál. Ugye ilyenkor szoktuk mondani, hogy ugye tudjuk a logikát. Ö... Ugye itt a területfejlesztési jellegű együttműködésekről beszélünk, a liderekről szintén beszéltünk. Itt azért el lehet mondani, hogy ahol valamilyen pályázati pénz, pályázati forrás volt, ott azért sokkal könnyebben betudtak, tehát rögtön sokkal motiváltabbá váltak az önkormányzatok. Gyakorlatilag ugye három... Három, igen, és akkor ezzel fogom befejezni. Ugye egyrészt a 2000 lakos alatti települések, a 2000-től 20.000 lakos közötti településeket vizsgáltunk, valamint a 20.000 lakos feletti településeket ugye az önkormányzati együttműködések tekintetében, és egyébként éppen azzal szembesültünk, hogy alapvetően a kis önkormányzatok tényleg rá vannak kényszerítve, és ugye ez megint egy érdekes dolog, mert... Fentadhatóságról beszélünk, kreatív helyi kormányzásról. Itt alapvetően arról van szó, hogy az önkormányzatok, a pici önkormányzatok nem tudják ellátni a feladataikat erőből. Tehát ez egyfajta kényszer. És ugye hasonlóan, ugye, és akkor szeretném ezzel zárni, és köszönni a, a, a figyelmüket. Ugye a megyei rendezvénysorozaton éppen azt vizsgáltuk, hogy a legutóbbi jogalkotási átalakítással, rendkívül gyenge hatáskörrel, feladatkörrel rendelkező megyék mégis hogyan tudják segíteni a települések közötti együttműködéseket. Különböző megyei rendezvényeket csináltunk, és gyakorlatilag ezzel az is volt egy picit a cél, hogy akár helyben a legjobb gyakorlatokat megpróbáljuk összegezni, amit a megyei önkormányzatok, valamint a települések úgy működnek együtt, hogy miközben, amit említettem, nincs fölé rendeltségi hierarchia közöttük.